csak szágon, az is jön, aki is jön, szágon, bejönnek a hajók, bejönnek a hajók. Érted? Biztos, hogy nem lesz. Tehát az van benne, hogy, hogy ez van, ezeknek nem lesz így sok. Szia! Imre Sebastian vagyok, és énekes színész. Jelenleg a Manácsban, és Egerben dolgozom, meg persze itt a Rampolszon. Tehát a Vera van középen, a Verához képest az Éva beljebb van, beljebb így. Szimmetrikusan kell, hogy álljatok középen. Így. Tamás itt van. Fiú, amikor a lányok itt integetnek, akkor nagyon intenzív, Zolika, nagyon intenzíven beindul minden. Nagyon intenzíven. Még egy rekesz van, de van még egy rekesz, ott lent, az is kell vele. A rum, gyerekek, a rum. Rumot is meghoztátok. Szoster, komfort. Szoster, kote, komfort. Oké, lepakoljátok, azt is lepakoljátok. Igen? Igen? Békés Csabán szeptemberben kezdtük el próbálni a Monte Cristo-t, és az is egy óriási érdekesség volt, és kihívás, és kísérletezés. És most, hogy átvette a Rom Színház, illetve hogy együtt tudunk dolgozni a Experidence társulattal, így még nagyobb kihívást tett ez az egész, és azt gondolom, hogy az eddigi Monte Cristo-hoz az Experidence egy olyan gyönyörű fűszer tud hozzáadni, hogy amivel fel fog repülni ez az egész előadás. Sátori Júlia vagyok, Experidence táncegyüttesben tánckari asszisztens. Monte Cristo című darabban vagyok táncos. Ez most azért érdekes, mert nem sokára azaz, pénteken lesz a darab új bemutatója. Ez a Monte Cristo című darab Békés Csabán készült, Szomor György rendező, és azt hiszem, hogy ő a darabnak az írója is. Ő készítette ezt múlt év szeptemberében, és a Békés Csabai Színházból ide föl utaztak hozzánk a Ram Colosseumba. Ha jól tudom, hogy 5 előadást csináltak itt, és olyan nagy sikere lett ennek a darabnak itt Budapesten is, hogy van a Tibor és Román Sándor úgy döntöttek, hogy egy kicsit fölújítjuk, fölturbozzuk ezt a darabot, egy kicsit Experidence stílusúvá tesszük, így hát Sándor, Román Sándor újra koreografálja a táncokat, és mi a táncosok részt veszünk a jelenetekben, és színesebbé varázsoljuk az egészet, hiszen ez egy nagyon sikeres és nagyon jó darab. Gubik Petra vagyok, a Monte Cristo grófja című műzikából, Mercedes szerepét játszom. Most ugye bővült a produkciónk az Experidence Dance csoporttal. Nagyon örülök neki, hogy velünk dolgoznak együtt, mert egy teljesen új energiájú csapatot ismerhetek meg bennük. Nagyon örülök neki, hogy itt vannak velünk, segítenek nekünk mindenben. Nagyon aranyosak, nagyon pozitív a kisugárzásuk a csapatnak, minden egyes embernek, tehát minden, annyira tetszik, hogy minden embernek megvan a maga karaktere, és mégis egyben dolgoznak, mint egy kis gömb. Nagyon aranyosak, nagyon szeretem őket, úgyhogy nagyon örülök, hogy együtt dolgozhatunk. 20-án, most a héten, április 20-án és 21-én lesz a
Ram Colosseumban a premierünk, gyertek el, nézzétek meg!